Thank you.
Hallgass meg, Szent Evangélium!
egyre Jézus egy faluba, és egy Márta nevű asszony befogadta őt házába, s ennek egy Mária nevű nővére vala, ki az Úr lábainál ülvén hallgatta az ő igéjét. Márta pedig szorgalmatoskodott vala, gyakori szolgálatban, ki megállta és mondta: Uram, nem gondolsz-e vele, hogy nővérem egyedül hagyott engemet szolgálni? Mondjad azért neki, hogy segítsen nekem. És felelvén mondta neki az Úr: Márta, Márta, szorgalmatos vagy és sokan törődöd, pedig egy a szükséges, Mária a legjobb részt választotta, mely el nem vétedik tőle. Amikor ezeket mondotta, felemelvén szavát egy asszony a seregből, mondta neki: Boldog a még mely téged hordozott, és az emlők melyeket szoktál. Ő pedig mondta, sőt inkább boldogok, igaz Isten igét hallgatják, és megtartják. Nagy élmény volt ott állni, annál a háznál, ahol a legszentebb, a legtisztább, a legáldottabb Isten szülő Szűz Mária lakott, és ahol fogadta Gábor angyalnak az üdvözletét, aki az üdvözlét Mária kezdetű imádsággal köszöntötte a legszentebb Isten szülőt. Az ő oltalmát ünnepeljük a mai napon, és különleges kegyelem ez a mágyfalviak számára. Neked is egy nagyon kedves ünnep, hiszen Tisztacsomán, meg gondolom Roland atyának és Sándor atyának ugyanúgy. Ugyanez a cím ünnepe volt a régi templomunknak, engem abban a templomban is szenteltek. És különleges módon is kötődöm ehhez az ünnephez, az Isten szülő Szűz Mária oltalmának az ünnepéhez. 1117 évvel ezelőtt történt az az esemény, ami után elrendelte a konstantinápolyi pátriárka, hogy ezt az ünnepet minden évben nagy ünnepélyességgel meg kell ünnepelni. 1117 évvel ezelőtt pestis járvány volt Konstantinápolyban és egész környékén. Egy nagy betegség. Mi hál' Istennek nem nagyon tudjuk, mi az a pestis. Néhány évvel ezelőtt ugye megtapasztaltuk a sertés pestisnek a pusztítását a falvainkba. El tudjuk képzelni, hogy milyen lehetett 1117 évvel ezelőtt az a járvány, ami az embereket tizedelte így meg. És az emberek arra döbbentek rá, hogy nincs már segítség. A segítség egyedül a mindenható Istentől jön, és kérni kell a legszentebb Istenszülő Szűz Mária oltalmát a városra és az emberekre. És volt egy templom, a Blakernei templom Konstantinápolyban, ahol Máriának az övét őrizték, amelyet Tamás apostolnak dobtak le az angyalok, amikor Máriát, a legszentebb Istenszülőt, az angyalok testvesi lelkestől a mennybe felvitték. Oda gyűlt Konstantinápoly összes lakossága, a pátriárka, a lakság és a nép, és reggeltől, estétől reggelig
folyamatosan imádkoznak, és kérték a legszentebb Istenszülők védelmét és oltalmát az emberekre, a városokra. Csoda-csoda történt, hogy a pátriárka és a diakonus látták a legszentebb Istenszülő Szűz Máriát leszállni a mennyekből, az apostolokkal együtt bevonulni a szentélybe, és együtt imádkozni velük. Másnapra a járvány megszűnt. Különös ez a templomunk amiatt is, hiszen mi is egy járvány közepén vagyunk, amit sokan tagadnak, hogy talán nem is létezik. Sokan megtapasztalták már ennek a betegségnek a nehézségeit. Egy biztos, hogy nekünk is ma élő keresztény embereknek hasonló módon kellene imádni a mindenható Isten, és kérni a legszentebb Istenszülő Szűz Mária közbenjárását és oldalmát az életünkben. Hiszen tudjuk és tapasztaljuk ezer éves távlatról, hogy az Istenszülő Szűz Mária imádsága az meghallgathatik. A Paraklisztusban szépen fogalmaz az egyik imádság, hogy ki ne hallgatnának az édesanyja kérését. És valóban a legszentebb Istenszülő Szűz Mária mi édesanyánká lett a kereszt alatt, amikor azt mondta neki Krisztus, íme a te fiad, rámutatva János evangélistára, és ezáltal rámutatva az egész emberiségre. És ettől a pillanattól kezdve Mária mindig ott volt az egyház életében, és ott van az egyház életében, addig, amíg itt élt a Földön, a 12 apostol Jézus megnevezetele után mindig köré gyűlt, és miután felvitelett a mennybe testestől, a lelkestől, azóta is ott van, és imádkozik, és könyörög életünk. És olyan szép a mai gondákunk, a szűzban jelen van a templomban. És különösen ebben a templomban, ahol azért oltalmának az ünnepét ünnepli a Máncfalvi Görögkatolikus Egyházközség. Ünnepeljük a mi égi édesanyánknak a szeretetét, közbenjárását, oltalmát és védelmét. Sem is gondolkodhatunk azon, hogy mitől véd meg bennünket az Istenszülő Szűz Mária. Ezer éves távlatról mondhatjuk azt, hogy nagyon sokszor betegségektől szabadít meg. Az ünnepnek a kialakulása is így történt, hiszen egy pestis járványtól szabadult meg a nép, és így történt ez nagyon sok alkalommal, amikor az ember odafordult a legszentebb Istenszülő Szűz Máriához, és kérte az ő segítségét, hogy meggyógyuljon a betegségből. Onnan tudjuk, hogy ez mai napig hat, és mai napig létezik. Elég nekünk eltanulni, vagy elpótózni Mária kocsra, és látni azt a sok-sok táblát, ami nem is biztos, hogy 10, 20, 30 vagy 40 évvel ezelőtti tábla. Hiszen látunk ott 2011 nehány évből való táblát is. Köszönöm Istenszülő, hogy segítettél. Tapasztaljuk, hogy az életünkben a mai világban is, hogy a legszentebb Istenszülő segít nekünk nagyon-nagyon sokszor. Az ő oltalmát, az ő palástját nagyon sokszor felénk tegyük. Nagyon sokszor szabadítja meg az embereket a betegségektől, a mindenható Isten az ő imádságára és kérésére. És milyen jó lenne, ha megtanulnánk az ezer év előtti emberektől azt, hogy minél többször hívjuk segítségül, amikor bajba kerülünk, nem csak testi betegségben, hanem bármilyen olyan gondban, amit megemészti az életünket, ami esetleg a házasságainkat rombolja, ami esetleg a családunkat rombolja, ami az egyházközségben esetleg gondot jelent, hogy a rokonainknál, barátainknál bajt látunk. És kérnénk a legszentebb Istenszülő Szűz Mária oldalmát és segítségét. És milyen jó lenne, hogyha ebben a templomban a mártfalviak úgy ünnepelnék meg az ő templom búcsújukat, ahogyan imádkoztak ezer évvel ezelőtt Konstantinápolyban az emberek. A félelemének minden
minden földi gondot, és eljönnének a vecsernyére, az útrendjére, az ünnepi szent liturgiára. Mert tudjuk és hisszük, hogy a legszentebb Istenszülő Szűz Mária oldalmaz bennünket, és imádkozik életünk bűnös emberekért. Kérdés az, hogy elhisszük-e ezt. Elhisszük-e azt, amit az Istenszülő Szűz Mária tanít nekünk. Elhisszük-e azt, amikor rámutat az ikonon az ő egyszülött fiára, Jézus Krisztusra, a mi Urunkra, Istenünkre, hogy őt hallgassátok, őt kövessétek. Elhisszük-e neki azt, amit a Mária jelenésekor üzen az emberiségnek. Térjetek meg, tartsatok bűnbánatot, forduljatok oda a mindenható Istenhez, változtassátok meg az életeteket. Nagyon sokszor figyelmen kívül hagyjuk ezeket. Milyen szép lenne, ha az egyházközség úgy ünnepelné meg a karácsony húsvét pünkösd után az ő templom búcsúját, hogy lelkileg megtisztulva ünnepel, mert meghallja a legszentebb Istenszülő Szűz Mária üzenetét. Térjetek meg, és tartsatok bűnbánatot, mert köztetek van az Isten országa. Tisztuljatok meg, mert a bűn az, ami elválaszt benneteket a mindenható Istentől. Imádkozzatok, mert a világ nagy bűnben él. Mert a világban élő keresztények közül nagyon sokan hitetleneké váltak. És ha a saját életünkben belenézünk, akkor valóban azt mondhatjuk el, hogy nagyon sokszor vagyunk hitetlenek. Nem hiszünk az Istennek. Nem hiszünk el, hogy ha minden nap imádkozunk, odafordulunk az Istenhez, ha minden vasárnap, minden nap eljövünk a Szent Liturgiára és megáldozunk, az nekünk jó. Az Úristen önmagát akarja ajándékozni nekünk, hogy velünk együtt legyen, és velünk együtt élje az életét. Nem hiszük el azt, hogy a szüleinket tisztelni kell, hanem ha megöregednek, akkor magukra hagyjuk. Nem hiszük el azt, hogy nem szabad rombolni az egészségünket különböző olyan dolgokkal, ami a testvérségünket tönkre teszi, mint a cigaretta, az alkoholizmus, vagy éppen a drog, amit nagyon sok fiatal fogyaszt ebben a világban. Nem hiszük el azt az Istennek, hogy ne barátszálkodjunk, hogy a gyermekeinket ne engedjük összeköltözni, és úgy menni ki külföldre dolgozni, hogy együtt élek házasság nélkül. Nem hiszük el azt az Istennek, hogy jó az, hogyha megtartom a tisztaságomat ebben a világban. Nem hiszük el az Istennek azt sem, hogy ne lopjunk, ne hazudjunk, ne csaljunk. Felsorolom talán az összes kis parancsolatot, de nem hagytam ki semmit, hiszen a végén a feleségedet nekívánt, más feleségét nekívánt, és más vagyonát nekívánt valami szintén bele tartozik ebben. Az Úristen olyan szépen tanít bennünket és akar kis parancsolatot, nem azért, hogy rabbá tegyen bennünket is, és lekorlátozza a mi lehetőségeinket, hogy ne szeressük egymást, hanem azért mondja ezeket, mert meg akar bennünket védeni valami nagyon-nagyon rosszul. Elhisszük-e ezt a mindenható Istennek? Elhisszük-e azt az Isten Szűz Máriának, hogy nekünk ez jó, hogyha az Isten fiát születünk? Ha elhisszük, akkor jövőre talán az egész falu itt lesz a vecsernyén, itt lesz az utányén, és itt lesz a ünnepi szent liturgián. Nem félve senkitől és semmitől, mert tudják, májfalmi emberekről Istenszülő Szűz Mária ma jelen van a templomban, és kiterjeszti fölénk az ő vérbő palástját. Oldalhoz bennünket, imádkozik értünk, hogy az életünkben minden rendben legyen. Feltehetjük a kérdést önmagunk számára, vajon csak ezek körülvég bennünket, amit látunk valami körül, amikor az egészségünk megromlik, vagy valami gondolva, és megpróbáljuk megoldani az Istenszülő Szűz Mária, hogy a mindenható Isten segítségével. Egy lelki gyakorlaton vettem részt, ahol egy ördögűző atya tartotta a
lelkiakomat ott is beszél az ő szolgálatáról, esélyt szigetlen, hogy van örülünk, és ő megszállhatja az embert. Ő mégis egy olyan világról beszél nekünk a lelkiakomaton, ami őszintén megmondva nekem annak is ismeretlen. Hiszen a láthatatlan világot nem mindenki látja. Nem mindenki kerül vele közvetlen tapasztalatba, hogy az ördögtől megszáll, válaszol nekem latinul, vagy éppen éperül, vagy görögül, mert az ember, aki megszáll az ördög, az nem válaszol nekem milyen nyelven, de az ördög ismeri a szent nyelven. És én meséltem egy történetet, hogy akkor, amikor egy olyan emberből öltözték kifelé az ördögöt a szertartás közben, akiben nagyon magas ördög lakozott, és már nem tudtak vele mit tenni és mit kezdeni, mert úgy látták, hogy a szertartás hiába vízik el újra és újra, akkor sem történik javulás a betegnek az állapotában, akkor segítségül hívták a legszentebb Istenszülő Szűz Máriát, és kérték, hogy ő jöjjön el, és segítsen kiűzni az ördögöt ebből az emberből, akik rabláncon tartott éveken keresztül. És miután imádkoztak a legszentebb Istenszülő Szűz Mária segítségéért, azt tapasztalták meg, hogy hirtelen megváltozott az embernek az állapota, jobbá lett, és az ördög eltávozott. Nem látták az Istenszülő Szűz Máriát, de tudták. Akkor ott a legszentebb Istenszülő Szűz Mária rálépett a sátáni kígyó fejére, és a kígyónak távoznia kellett az emberből. A legszentebb Istenszülő Szűz Mária ennyire szeret bennünket, gyermekeit, és ennyire oltalmaz bennünket, hogy még a gonosszal szemben is védelmet bennünket. És hányszor is hányszor teszi ezt meg, úgy, hogy mi nem is vagyunk annak tudatában, hogy ott van mellettünk, imádkozik értünk, hogy a sátánnak a kísértéseitől megszabadítson bennünket. Hányszor is hányszor ott van mellettünk, imádkozik értünk, és oltalmaz meg bennünket, hogy bűnt ne követhessünk el, hogy mégis megtesszük. Milyen jó lenne, hogy ez a mai nap egy olyan nap lenne, amikor az ember fogadalmat tesz. Hogy igyekszik odafigyelni a legszentebb Istenszülő Szűz Máriára, az ő életére, és őt helyezi életének példaképévé. És ő legyen az az életünkben, aki ezt bátran merünk fordulni, és forduljunk. Főleg május és október hónapján a Paraklis Szakatisztus szertartását szoktuk végezni, különleges módon is kérve az ő segítségét az életünkre. Hát legyen a mágyfalviaknak ez egy olyan ünnep, amikor elkezdik a máriás lelkületű életüket, és nem fognak meg belefáradni, kérni a legszentebb Istenszülő Szűz Mária segítségét, imádságát és oltalmát a saját, a család, a barátok és az ismerősök életére, most és mindörökké, amen. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Thank you.
Hívva Krisztián, Maria, Szolgáidó, Jézus és a Lágyák, és mi is a Lágyák, és mi is a Lágyák, és mi is a Lágyák, Lár és a Lágyák, László és a Lágyák, Gyönyör és a Lágyák, Gyönyör és a Lágyák, Brigitán és a Lágyák, Brigitán és a Lágyák, János és a Lágyák, Sárton és a Lágyák, Gyönyör és a Lágyák, Robert és a Lágyák, Mikus és a Lágyák, Mikus és a Lágyák, János és a Lágyák, Aztán és a Lágyák, Aztán és a Lágyák, Vitálok és a Lágyák, Lehetünk és a Lágyák, János és a Lágyák, Valérián és a Lágyák, Előrégen és a Lágyák, Anusan és a Lágyák, Bokszárán és a Lágyák, Szűrás és a Lágyák, Apukán és a Lágyák, Herikán és a Lágyák, Bélán és a Lágyák, Rákon és a Lágyák, Herikán és a Lágyák, Albertek és a Lágyák, Vászlók és a Lágyák, Andrászok és a Lágyák, Ugatok és a Lágyák, Lászlók és a Lágyák, Ujjányi és a Lágyák, Bokszárán és a Lágyák, Csabány és a Lágyák, Ügyen és a Lágyák, Krisztiánon és a Lágyák, János és a Lágyák, Otton és a Lágyák, Apinán és a Lágyák, Ujjányi és a Lágyák, Bolikán és a Lágyák, Bónikán és a Lágyák, Zsáron és a Lágyák, Szívenet és a Lágyák, Sárton és a Lágyák, Orlok és a Lágyák, Orlán és a Lágyák, Otton és a Lágyák, Jancsi és a Lágyák, Balután és a Lágyák, Balikán és a Lágyák, Otton és a Lágyák, Elégnám és a Lágyák, Otton és a Lágyák, Otton és a Lágyák, Lászlók is a Lágyák, Valéknám is a Lágyák, Marianna is a Lágyák, Viktor is a Lágyák, Svisvár, László Béla, Iván, József, Mihály, Zoltán, Viktor, Áron, Kicsin is a Lágyák, Jók is a Lágyák, Lányán is a Lágyák, Zsámbor, János és Ruben, Szolgálytól, Kegyelmeddel és Tűzartosságodal és teljes összes jó kéremlényed, bocsáss minden szándék és ahogy akarodom elmenet intézéseiket, hatod kedvesek legyenek imádságban és kicsitlagos cselekedeteid, ha te felséged idáig színkerül, oltalmazd őket minden láthatod és láthatod a mennyeségtől, minden cselekedőstől, bajtok az adatotól és betegségtől, adj meg minden szépséget és hosszú életet, mondjuk mindjárt jól, hallgass meg minden, és könyörülj! Oh,
Amen.
Thank you.
Ki, ami márva jöttél üdvözíteni a bűnösöket, aki között első én vagyok, a te titkos vacsorádnak részesévé fogadj ma engem, Isten fia, mert nem mondom ki ellenségeimnek a titkot, sem csokkot nem adok neked, mint tudás, hanem mint a gonosztevő megvallak téged. Emlékezzél meg róla, Uram, időn elhősz a te országodban. Emlékezzél meg róla, uralkodom, időn elhősz a te országodban. Emlékezzél meg róla, szent időn elhősz a te országodban. Ne várjék, Uram, ítéletemre vagy kározatra.
Azért mondom nektek,
mindazt, amit imádkozván kértek, higgyétek, hogy megnyeritek, és meg lesz nektek. És mikor fölálltok imádkozásra, bocsátassatok meg, ha van valamitek valaki ellen, hogy a ti atyátok is, ki mennyekben vagyok, megbocsássa nektek bűneiteket. Hogyha ti meg nem bocsátok, a ti atyátok is mennyekben vagyok, sem bocsátja meg bűneiteket. Hanem az Istentől születtek.
és az ige testéről is mi köztünk lakozik, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyetlen szülöttének dicsőségét, telve malasztal és igazsággal. János bizonságot ő felülre és kiáltalmatlan, ez az, kiről mondottam, adj utána, mivel ő előttem lett, mert előbb vala nálamnak. És az ő teljesítéből vetünk mi mindnyájon, malasztot malasztért. Mert a törvénykózes átadatot, a malaszt is igazság, Jézus Krisztus által lett.
dicsőség Jézus Krisztusnak. Üdvözlöm a kedves testvérek! Legalább le lehet egy kicsit ülni. Hát nem merem azt mondani, hogy most olyan sokan vagyunk, hogy nem féltünk volna a templom, amelyek kint is állnak, amik kint vannak nyugodtan, elfértek volna is itt bent is. Nyilván sok mindennek, sok mindenre fogható, hogy ez a búcsú ilyen kevés, akár az atyák szempontjából kevesebben vagyunk, mint az elmúlt időszakokban, hogy a hírek is kevesebben vannak, de átismerjük a helyzetet, nem csak a járványnak a helyzetét, hanem a külföldön való munkának a helyzetét, meg hát mindazoknak a helyzetét, akik valamilyen igazokból távol vannak otthon, hogy várják a vendégeket, főzik a finom ebédet, hogy majd tudják minket vendégelni. De hát nyilván az ember, szokták mondani, mindig abból főz, ami van. És én nagyon hálás vagyok az Úristennek azért, hogy ismét elértük ezt a napot, és köszönöm meg neki mindazt, amivel az év során az ő kegyelmeivel gazdagított, az ő szeretetével táplált, és mindazokat az ajándékokat, amit szeretetéből ad, nem sajnálta tőle. Köszönöm szépen az atyáknak, ugye a két Jenő atyának, a falu szülötteinek, József atyának, Salánkor, Sándor atyának és a Miklós atyának is, aki ugye, papi tevékenysége elszólított temetni, de azt mondta, az ebédre majd visszajön. Nagyon szépen és nagy tisztelettel köszöntöm a híveket is, akik más és más faluból jöttek. Ugye szoktak jönni több helyről, de pont emiatt a vírus miatt egy-egy helyről egy-egy ember elszaládnak, hogy ilyen csoportokban, szarándok csoportokban az idében nem tudok fogadni őket, mint ahogy bennünket sem tudnak sok helyen fogadni, ahová meghívt az elmúlt éves során. Köszönöm szépen mindazoknak, akik az elmúlt hét folyamán, akár a telefonon kívül, ezt tudom vasárnap megköszönte, de ezt most is fontosnak tartom megköszönni, akik tettek, vettek, dolgoztak, takarítottak, hogy az ünnepnek a templomnak a környékén, a templomnak a belseje megszépült, és hát bízom benne, hogy továbbra is ezzel fogunk fáradozni a templom külsőleg, belsőleg megújuljon és megszépüljön. Köszönöm szépen mindazoknak, akik hoztak az ebédre, felajánlottak valamit. Valaki megjegyezte, hogy most valahogy gyengébben álltak hozzá az ember. De aztán ugye mindig a végére érünk, akkor mindig van egy ilyen beteljesedés. Hogy aki talán nem, az igény igen. És nagyon fontosnak tartom azt, hogy a hitet nem lehet erőltetni, hogy nem lehet erőltetni a szeretetet, hogy nem lehet rákényszeríteni az emberre valamilyen dolgot, amit az ember nem akar, úgyhogy azt gondolom, hogy a hozzáállásokra se lehet egymásra rákényszeríteni. Aki akar, aki szeretne és tud, azért úgy gondolom, hogy fontosnak tartja az egyházát, fontosnak tartja az egyházközségét, és amilyen van, amiből tud, azt odaadja az Úristennek hálából, szeretetből, jóságból. Úgyhogy köszönöm szépen az ebédlalkozást, köszönöm a süteményeket is, amit a kedves testvérek, a vendégeknek, illetve akik itt vannak a templomban, és amik vendek van, itt van a kedves testvérek, legyenek szívesek venni majd egy-egy süteményt, egy pohár vizet, egy pohár üdítőt, kicsit felidézni a régi hangulatot, talán már az eső sem fog annyira esőt, amennyire esik, hogy még lehet az udalom és egy kicsit beszélgetni. Kedves testvérek, és nem mehetek el amellett a dicséret nélkül, hogy ne dicsérjem meg az egyházközséget. Csakár az itt lévő atyáknak a külön hallatára, de én nagyon büszke vagyok arra,
arra az egyházközségre, aki ebben a nehéz és gazdaságilag talán tönkrevert helyzetben karantén, külföldi munkáknak a bizonyos ideig való megszűnése, és tudjuk a különböző okokat, de annak ellenére nagyon-nagyon pozitívan és nagyon-nagyon ügyesen, bőkezűen, mondhatnám így is, álltak hozzám a templomnak a külső felújításához. Én azt gondolom, hogy amikor az ember nem számíthat határon túli segítségre, akkor számíthat mindig önmagára. Hiszen előbb-utóbb, ha be is fagyasztált a külföldi dolgokat, én azt gondolom, hogy az egyházközség sok mindenre lesz képes, sok mindenre leszünk képesek, hogy megújuljunk, hogy nem csak hogy külsőleg, hanem remélhetőleg belsőleg is az idő folyamán meg tudjunk újulni. Én azt a több embernek, több családnak, több híveknek a hozzáállását szeretném megköszönni, akik 50 vagy 100 évjától kezdve talán 1000 dollárig is hozzátették a valókét. És csak nem az anyagiakról szeretnék beszélni, hanem arról a pozitív hozzáállásról, ami tanúsítottunk, kedves testvérek, mindannyian ebben a nehéz időszakban. És azt látom, hogy, és azt veszem észre, hogy van értelme, és amiről József Atya is beszélt, hogy elhisszük-e azt, hogy az Isten velünk van, elhisszük-e azt, hogy az Isten szülő az ő védőletében megoldalmaz bennünket, elhisszük-e azt, hogy az Isten megerősít bennünket a céljainknak az erődésében. Nyilván sok mindenről lehetne beszélni, de én még egyszer nagyon szépen köszönöm meg mindazokat, akik hozzájárultak a felújításhoz. Ugye kérdezték többen azt, hogy hogyan állunk anyagilag. Azt mondtam, hogy ha két lábon fogok itt állni, akkor jó, a fél lábon akkor nem jó, akkor pedig majd ülni fogok, akkor pedig nagyon rosszul, hogy most fél lábon állunk. Tehát, hogy mindig szükségünk van, mindig van egy kis helye annak az összegnek, és kérem szépen a kedves testvérek, hogy aki hozzá tud még járulni, az tegye meg, hogy mindazt, amit elkezdtünk, az be tudjuk végezni, és még szebben ez a templom. Kívülről már ugye 90-40%-ban kész van, van még egy napra munka, amit az eső nem engedett, hogy elvégezzenek, de ígérték, hogy ahogy feláll az idő és jó lesz, akkor mindent meg tudnak tenni. Nem szoktam ilyet csinálni, de tetszett tudni, hogy nagyon ritkán megdicsérem, de most úgy érzem, hogy szükség van arra, hogy megdicsérem a kedves testvéreket is. És a te úgy tessenek venni, József Atyának a fellángolásra majd reméljük, hogy becserél is nagyon sokan lesznek, mert utána az is csak hallgasson az imádságainkat, és az minden többen ezt megértsük. Nem csak, hogy halljuk a harangszót, hanem tudom azt, hogy nekem helye van a templomban, nekem helye van az Isten házában. Mert imádkozom kell a családomért, imádkozom kell nem csak akik itt vannak, hanem mindazokért, akik távol vannak. És ha ezt meg tudom tenni, ezért már hálát tudok adni, akkor én azt gondolom, hogy valamit tettem keresztény életemnek kötelességéből. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindenkinek a hozzáállást, a pozitív hozzáállást. Aztán egyházközség számára végtelen adakozó 1200, 200, 500, 200, 500, 1000, 100, 200, 500, 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 500
1000 milliárd és 20.000 forintot ajándékoztam, nagyon szépen köszönjük, és hát mindenkinek kívánok szép napot, áldott ünnepet, és esetleg most már megvendégelni a rendőrségbe jönnek, szépen, ünnepélyesen tölteni ezt a mai napot, és az Isten áldását, az Isten szülő oltalmának a védelmét kérjük minden napjainkban,
így a Kegyházat, a tanakozó híveinek, családtagjainknak, születésnapjának ünneplő Patricia, Lula, Dominika, Szabina, Henriette, Olgica, László szolgáinknak, ide szarántatott paptestvéreinknek, családtagjainknak, híveinknek, ide szarántatott híveinknek, családtagjainknak, az egyházmesség híveinek és családtagjainknak, jó tevőinknek és családtagjainknak, az igazokból távol őknek és családtagjainknak az Úristen. Egészséget, békességet és áldás, számos boldogéged Éjjel, hajok, lovagoljak, éjjel, kereszt, kell legyen.
legyen. Szent Mária, édesanyán, mennyországról tekints le ránk, terjedsz ki ránk szeretettel, alattalon palástodat, minden testén lelkétától, mentse meg könyörgésed, és minden viszontagságban szerezzen nagy kegyelmet. Szűz Mária, édes anyánk, mennyországban te gíts le ránk, terjedsz ki ránk szeretettel, oltalom palástodat, végasztald a szenvedőket, a zárvát és özvegyet, éleze a keserű szív, anyai segélyedet. Szűz Mária, édes anyánk, mennyországból te gíts le ránk, terjedsz ki ránk szeretettel, oltalom palástodat, terjed most és vigyad elé, szívünk te általad gyorsanak be, az égbe gyermekeid, Szűz Mária, édes anyám, mennyországból te gíts le ránk, terjedsz ki ránk szeretetet, oltalmat palástodat, Szűz Mária, édes anyám, mennyországból te gíts le ránk, terjedsz ki ránk szeretetet, oltalmat palástodat. A pócsi szép templomban kinyílott egy szép rózsa, sényes sült a tányára, születése napjára. Jézus Krisztus, Anya.
Isten.